A nevem Eli Shane, és tegnap leutaztam Slaughterrába. Ez volt a dolgok legkönnyebb része. Párbaj! Ebben a világban a szlágok jelentik a túlélést. Új barátaim segítségével beneveztem egy versenybe, ahol ilyen szlágokat lehet nyerni. Az első forduló ma este lesz a lávás szakadéknál. Nem kell más tennem, mint győzni. Kösz, Pronto! Hát, ez az utazás többet sem könnyű. Hát nem! Majdnem meghaltam, négyszer. És meg is haltál volna, ha nincs Pronto és az ő nagyszerű képessége. De figyelsz, az első menet még csak most kezdődik. Király! Hé, hey, mi tartott ilyen sokáig? Az izzó láva, a borotva éles sziklák, na meg egy molenoid, akinek folyton ürítenie kellett. Kicsi a hólyagunk, miért baj ez? De miért nem jöttetek az úton? Várjunk, út is vezet ide! Pronto mellett nincs szükséged útra. Még egy jó ok arra, hogy veled tartsak, amikor a gonoszokkal fogsz megküzdeni. A lényeg, hogy itt vagytok. A kérdés már csak az, kivel fogsz először párbajozni. Próbálj nem meghalni, kár lenne érted. Slaughterra. Föld alatti világ, második rész. Maradj a közelemben, ezek a lávatavak nagyon kiszámíthatatlanok! Na jó, ez egy kissé rémisztő volt, de ugyanakkor nagyon király is. Mit csináltak? Kiválasztották a legveszélyesebb barlangot? Ne butáskodj! Mindegyik menetet más helyszínen tartják. Gondolom a legveszélyesebbeket utoljára tartogatják. Hé, Kort! Miért áldogál így mindenki? Nem kéne felkészülniük, vagy valami? Ez a lényeg. Nem jelentik be a párosításokat, sem a versenymódját, csak a legutolsó pillanatban. Fogalmam sincs, hogy sharpshootingra kell felkészülnöm, vagy éppenséggel Mekabek párbajra. Bármi lehet. Bízzátok csak rám! Kiváló meggyőző képességemet felhasználva, ki fogom deríteni! Figyelem! A verseny első menete szemtől szembeni párbaj lesz! Figyi! Szóval, szemtől szembeni párbaj! Kösz az infót, Pronto! Nagyon szívesen! Bármit megteszek győzelmed érdekében, barátom! Párbaj! Murphy! Murphy! Szólhattál volna, hogy a forró láva meg sem kottyan neked. Ha! Most megvagy! A legjobbat a végére tartogattam. Oh! Akárcsak én. A győztes! Eli Shane a győztes! Választhatsz, Mr. Shane. Tudom, melyiket fogod elvenni. Jó volt veled harcolni. A törésőrszlágot fantasztikus, de ugyan, mégsem vehetem őt el. Én sem örülnék, ha valaki elvenné tőlem burpit. Te egy ármasát vagy, ugye? Nagy hasznát venném egy cannonballernek, amikor a gonoszok hátsóját rugom szét. Na, mit szólsz? A neved pedig legyen Banger. Tetszik neked? Nem is volt olyan rossz az első meccsem, ugye, Pronto? Pronto? Szóval itt vagy.
Na jó, igen, itt vagyok. Sajnos munka után kellett néznem, ha esetleg te odavesznél, ugye? De a tekintetedből úgy látom, győzedelmeskedtél, úgyhogy ne is folytassuk ezeket a buta vádaskodásokat. A győztes! John Bull a győztes! Gratulálok! Én is megnyertem az első menetemet. Nem ismerlek, nem érdekel. Prontó mondta már, milyen boldog, hogy te nyertél. Slink király Trixie Sting ellen! Hajolj meg szépen, Slink király ő méltósága előtt! Ezt a nyomfogásodért! Ezt meg a nagyzolásodért! Ezzel meg! Megnyerem a párbajt! A győztes Trixie Sting! Úgy látom, nem mindenki volt ilyen szerencsés. Bizony! Láttad volna a fickót, akit kiütöttem? Dr. Black! Morris, hányszor mondtam már, hogy ne zavarj munka közben? Arról a Slug megszerző versenyről van szó. És mi miatt kellene aggódnom? A Shane gyerek miatt. Még mindig játékban van, és az emberem szerint egészen jól csinálja. Ugye nem jelenthet veszélyt ránk? Majd 10 év múlva talán. De gondolom a szememet azért tartsam rajta, ugye? Menj! Ezt igennek veszem. Gyerünk, srácok és csajok! Csapjatok a lovak közé! Még csak félúton vagyunk a sziklazárbarlang felé, és a következő forduló 1 óra múlva kezdődik! Épp kérdezni akartam! A barlangi trollok a legjobb mérnökök, ugye? Hát nem szeretek dicsekedni. Akkor miért lettél szlágvadász? A klánom azt akarta, hogy szálljak be a családi vállalkozásba. Az átjárók nagy részét a mi embereink építették. Csak rájöttem, hogy a szlágvadászat jobb móka, mint a sziklák robbantása. Igen, igen, igen. Természetesen én is a felfedező molenoidok büszke képviselője vagyok. És te, Trixie? Nem sokat mondhatok. Elegem lett abból, hogy a gonoszok folyton zirtokoznak körülöttem. Egy Shane hiányában valakinek tennie kellett valamit, és én szálltam egyedül harcba. Részben ezért is készítem a felvételeket, hogy az emberek lássák, mi történik Slugterában. Jó és rossz is. Viszont a nyomkövetés a molenoidok legerősebb képessége. Jut eszembe! Hol is vagyunk pontosan, Prontó? Ez csak egy általam jól ismert rövidítés. Ezek az árnyéklány jelei. Ez nem az ősvényük. De valamikor az volt. Viszont már évek óta nem látták őket erre. Die! Ki hitte volna? Épp most tértek vissza. Az árnyéklán. Mindig is látni akartam őket. Ha elég közel kerülsz hozzájuk, hogy láthasd őket. Semmi más nem fogsz többé már látni. Akkor mit tegyünk? Fussunk! Eli, úgy értette, hogy elfussunk! Menjetek csak! Én majd elvonom a figyelmüket! Oh! Ez rossz ötlet volt. Nos, akkor visszamegyünk érte? Tüzet fel őket, Bömbi! És hol járt az eszed? Gőzöm sincs, hol járt az eszem! Apám mindig azt mondta, hogy nem is veszélyesek.
folyton beléjük botlott, miközben a barlangokban jár őrözött. Igen, csak hogy az apád Will Sheen volt. Te meg csak egy bolond vagy. A sziklazár barlang. Remélem jót tartogatnak erre a fordulóra. A következő fordulóban három fős csapatokban fogtok küzdeni. Válasszatok társat! Na, mit szóltok? Jaj, ugyan már. Mégis mi rossz történhetne? Mit tücsöröksz ott? Gyere felezébe! Egyébként kik ezek a fickók? Ők a Power Y-rek, azaz a Power Trips. Születésük óta együtt edzenek. Már azelőtt tudják, mit fog tenni a másik, mielőtt azt kigondolta volna. Látom, élvezitek a harcot? Tudjátok, lehet, hogy ő Will Sheen fia, de amit tud, azt pronto tanította neki. Azán! Kivéve ezt. És ezt. Még egy szlágot neki, bátyó. Igen, Hugi. Várjunk csak. Az egyik stárc csaj. Együtt kell dolgoznunk, akárcsak ők. Mutasd a szlágjaidat. Kord, nevesd be foszferót. Trixie, te arachnidot. És lássuk, mire képes Bengör. Hetekig tart kialakítani a kapcsolatot egy szlággal. Van, hogy hónapokig. Persze, kilőheted. De nehogy azt hidd, hogy egy olyan szlág, akit most nyertél el, végre fog hajtani egy bonyolult manővert neked. Lehet, hogy még új vagyok, de azt már tudom, hogy mikor áll készen egy szlág. Kord, csalt ki őket. Ha jelzek, mindannyian lövünk. Rajta! Itt vagyok! Ott van! Most! Láttátok? Ez az egyik védjegyem. A győztes! A Sheen csapat! Ez az! Adj egyetest! Jaj, ugyan már! Most miért várakoztatsz? Jól van, talán később. Remek, mert már indulhatunk is a következő helyszínre. Ajánlom, hogy igazad legyen, Morris. Az én időm értékes. Itt a nyugati barlangok őrszeme. Dr. Black követni szeretné a harcot. Na, lássuk csak, mit mesél az ifjú Sheen magáról. Sheen bejutott a döntőbe! Ez fantasztikus, Eli, gratulálok! Köszi! Épp most hallottam. Sajnálom, tesó. Dehogy, én nyertem, bejutottam a döntőbe. Aha, John Bull ellen. Nézd, mit művelt velem. Nézd, tesó, neked még nincs meg a szükséges képességed. A termetedről meg ne is beszéljünk. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de szét fog zúzni téged. Gyerünk! Menni fog! Mutasd meg neki, mit tud! Gyerünk! Hajrá! Eli Sheen nem oszt autogramot, viszont nekem van pár szabad pózom. A Slugterra Express. És nem akárkit hozott ide. Dr. Black, mit akar ő itt? Melyik őtök? Eli Sheen. Semmi baj, Burby. Ki ez a fickó?
Dr. Thaddeus Black. Apád sosem beszélt róla. Állítólag ő volt az utolsó, aki Willt életben látta. A barátaid igazat beszélnek. Will Shane igazi hős volt. Az életemet is neki köszönhetem. Beszélhetnénk valami nyugodt helyen, ha nem gond. Csak ha a barátaim is velem jöhetnek. Természetesen. Semmi gond, srácok. Csak beszélgetni fogunk. Az egyik előnye a saját vasútnak az, hogy az ember megengedhet bizonyos komfortot magának. Oh, annyira puha, akár csak egy angyali lehelet. Szóval Will Shane-nek volt egy fia. Nem lep meg. A Shane-nek és a kis titkaik. Barátja voltál apámnak? Barátja? Nem egészen. Voltak kis nézeteltéréseink, de ez már a múlt. Mi ketten tiszta lappal kezdhetünk mindent. Talán egy nap együtt is dolgozhatnánk. Úgy hallom, Slack hiányban szenvedsz. Fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mi történt azzal a Slackgal? Tovább fejlesztettem, kisasszony. Beismerem, az elején akadtak még hibák vele, de most már tökéletes. Ez nem tökéletes! Ez maga az ördög műve! Ördög? Ez tetszik. Nem teheted ezt a Slackokkal, ők a kulcs mindenhez! Elpusztíthatod Slackterrát! Mintha már hallottam volna ezt. Butasság volt azt hinni, hogy egy Shane elfogadná. Végeztünk. Ezekből a piti versenyekből akár győztesen is kikerülhetsz, de a való világban, Eli, tartsd távol magad tőlem. Én nem tudom, hogy ki vagy, de úgy tűnik a Slagom tudja, és nem kedvel téged, ahogy én sem. Én leszek az új Shane. Szokj hozzá a gondolathoz. Ez csak egy kölyök, főnök. Nem fog gondot okozni. Csak hogy ő is egy Shane. És amíg az emberek el tudnak bújni egy Shane háta mögé, addig az üzlet sem fog virágozni. Dr. Black, mit akar? Hogy te nyerj. De hát ő csak egy kölyök. Egy Shane-nel párbajozol, és sose becsülj alá egy Shane-t. Nem kellenek a ronda szlágjai. Tudod, hogy ki vagyok? Azt is, hogy mire vagyok képes. Igen, és használni fogod a Shane fiú ellen. John Bull, Eli Shane ellen. Jó érzés lehet, hogy apa pici fiaként minden az öletre hullik. Nem tudom. Apa már rég elment. És ez nem hullott az öletre. Kölyök, kevesebb duma, és emlékezz arra, amit tanítottam! Mi is volt az? Ne beszélgess, mikor lőni kell! Na most már elég! Gyerünk, 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 Eli! Ez az! Utolsó lövés, Birdie. Jó legyen ám! A győztes! John Bull a győztes!
Jó van, Shane. Tudod, mi a szabály? Sajnálom, skacok. Valakitől el kell búcsúznom. Ha, nem kell nekem a te szlágod. Főleg, ha van egy ilyenem. A vampír szlág. Blacktől kaptad, nem? Kit érdekel? Menjetek csak! Nincs szükségem rátok, és ahol van egy ilyen, van ott még több is. Ha a nyomdokaimba akarsz lépni, Eli, a te feladatod lesz megvédeni Slaughterát mindenféle veszélytől. Te egy sém vagy, jó szíved van, és bárhogyan döntesz, én büszke leszek rád. Mindig arra vágytam, hogy szlágokra vadászok és igazi Shane legyek. De azt hittem, ezt apával fogom csinálni. Most ki kell találnom, hogy sikerül egyedül. Hát, azért nem teljesen egyedül. Pronto majd irányítani fog utazásod során. És a segítségemmel oda is érsz, majd én fedezlek. Én pedig tájékoztatni fogom egész Slaughterrát. Mindenki tudni fogja, hogy egy Shane visszatért. Veszélyes is lehet. Majd kinevetjük a veszélyt. Legtöbbször menet közben találom ki, hogyan tovább. Napról napra élünk. El kell kapnunk Dr. Blacket. Meg kell akadályoznunk, hogy még több vámpírszlág legyen. Azt hittem, sosem kérted meg. Jól van. Mi vagyunk az új Shane csapat. Mivel is kezdjük? Valaki segítsen! Meg is van a válasz. Nyomás!